Szeretettel köszöntök ismét mindenkit, ez itt újra a Kontextus, és Pető Zoltánnal és Copfáronnal fogok beszélgetni. Sziasztok, köszönöm Szerusztok. szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Köszönjük. Gondoltam, hogy mivel volt most egy konferencia Molnár Tamásról a Közszolgálti egyetemen, mindenki részt vett rajta, úgyhogy résztvevő megfigyelőként tudtok róla beszámolni, és arra gondoltam, hogy a nézőkkel egy kicsit megismertetett, még nem biztos, hogy mindenki számára világos, hogy ki az a Molnár Tamás. Először is van rögtön kettő szerző, akiről beszélünk, és mi, mi a, most a filozófusról fogunk beszélni, e, aki nemrég, relatíve nemrég halt meg, és volt is egy, e, hát egy eléggé elég botrányos ügy a, a Magyar Tudományos Akadémiával kapcsolatban. Lehet, hogy erre is ki tudunk térni egy kicsit. Szóval... Ki volt ez a Molnár Tamás, miért fontos ő nekünk, vagy miért fontos róla beszélgetni? Én elsőre azt emelném ki Molnár Tamással kapcsolatban, <coughs> hogy ő az a magyar filozófus, akit ma kortárs olvasók olvasnak is. Tehát ez nagyon ritka. A magyar filozófia, és, és ennek ellenére ugye nem, nem része a filozófiai kánonnak. Tehát, hogy az is kérdés, hogy valójában ő filozófus-e, ugye? Az az, nagyon tehát. jogos kérdés, mert szerintem sok tekintetben jobban illik rá egyébként pont az eszmetörténész megnevezés, és a, vagy az eszéista. Nagyon sok szempontból az pontosabb megnevezés. De ő egy olyan szerző, aki elvezetesen tudott írni, nagyon nagy gondolatíveket tudott átfogni, és ezért méltán népszerű ma az olvasók körében. A magyar filozófia az egy, egy ilyen kant recepció lerakat, és... Tehát liberális. Hát figyelj, a probléma hát a az, a hogy... a kortárs liberalizmus uh, morális alapvetése az kantiánus. Igen. A mindenképpen. Az igazság, hogy, hogy ez, ez a... nézők felét elvesztettük. Igen. <laughs> aztán. Akiket hogy... megpróbáltunk megnyerni Igen, Molnárral, Igen. azt most elveszítettük Kanta. Hát, hogy ez a nagyon akadémikus, ilyen németes filozófia volt meghatározó Magyarországon, és ehhez képest kétségtelen Molnár Tamás a maga francia könnyedségével majd elmondjuk, hogy mitől, mitől lett ő egy francia gondolkodó. Ő nagyon üdítő volt. Igen. Én egyébként filozófusnak tartom Olnárt. Már is egy, van egy, egy pont. Egyetem. Tehát ő egyébként filozófiát is tanított az egyetemen, már nem mintha ebből következne, hogy aki filozófus, de csak úgy megjegyzem, hogy igen, tanított filozófiát is. Elsősorban azt hiszem, hogy azt, és mert szerintem külön kell választani, vannak olyan művei, amelyek inkább eszme történeti jellegűek, vagy akár történeti jellegűek, vagy, vagy főképpen politológiai jellegűek, és vannak kimondottan filozófiai, sőt, fil teológiai jellegű művei is. Ezeket nem nevezhetjük szerintem eszmetörténeti munkáknak. Tehát gondolok itt olyanra például, mint a teisták és a teisták. Tehát ami egy kimondottan egy egy, egy egy filozófia és egy teológia. Vagy a filozófusok istene. Vagy a filozófusok istene, igen. Tehát, tehát nyilván ezek a, a kevésbé ismert művek, ö, ezek elvontabbak, mint a politológiai vagy a, vagy a történeti művek. Ön mindesetre én, én inkább azzal értek egyet, hogy hogy, hogy szerintem is inkább ilyen is esz eszeista, esz vagy ezt ez volt a fickó, de most ebben nem ennyi. Az nem egy leértékelés. Nem egy leértékelés. Nem, nem, az műfaja az ma ugye tudományosan le van igen. sajnálva, de amúgy meg I igen, igen az, egy, az, egy, amúgy meg akikre hivatkozunk, igen. azoknak a nagy része meg ezt művelte. És hogyan lehetne leírni vagy lefesteni a Molnár Tamás gondolkodását, mi jellemezte. De, de, mehetünk az életrajz felől is, tehát hogy ő egy magyar, magyar, volt, aki később kikerült az Egyesült Államokba, és elég érdekes útjai voltak közben, úgyhogy szerintem arról is érdemes beszélni, hogy ő ki volt, és aztán utána, hogy a gondolkodásában ő, ő mit képviselt. Lefajtunk. Jó. A... Életrajzilag nézve Molnár Tamás azért egy nagyon érdekes szerző, mert eleve kultúrák és pontjában áll. Tehát egyrészt ő ugye, tehát magyar származású, viszont a, az iskoláit azt részben Romániában volt kénytelen, ez is egy magyar sors végezni. Ott eleve a románok ugye nyugati nyelvekkel kapcsolatban előnyben vannak, különösen a latin nyelvekkel kapcsolatban, és ezért ott neki is könnyű volt meglépni a francia felé ezt, az első iskolai lépést. <hül> Úgyhogy emiatt kinyílt számára a francia világ. A Brüsszelbe került, egyébként szerintem te jobban tudod ezeket az életrajzi adatokat nálam. Nem vagyok biztos. És ott ott viszont már az egyetemi tanulmányait kezdte meg, aztán ezeket Amerikában fogadtatta el, és ott emelte ilyen doktori szintre. Amerika viszont visszalökte, tehát kivetette magából bizonyos értelemben Molnárt, mert amennyire, tehát az ő a kiforrás éveiben számára a francia kultúrszellem volt a meghatározó, és ehhez képest Amerikát nagyon felületesnek találta, sőt, Ellenségesnek igen, vagy ilyen. Igen. Mondjuk azért ezt tegyük hozzá, azt, hogy azért nem mindenki volt vele, szemben ellenséges Amerikába. Tehát ő, ő ugye a Russell Köröknek a köréhez tartozott. Vagy vele összeveszett. Vele összeveszett később, de, de ők kezdetben segítették. Tehát ugye van, van, beszéltünk itt egy neokonzervatív mozgalomról, amiben ő beekapcsolódott, azért valamilyen szinten. Mit Molnár szívatal. Tamás? Uh -huh. Igen, mint fiatal gondolkodott. Tehát ugye az, amikor ő, ő ott elkezdett működni, tehát akkor ő és Russell Kirk, ők jóba voltak. És igen, tehát van itt egy afrikai közös út, amikor azt hiszem, hogy ott történt meg a szakítás, hogy hogy elmentek közösen vadászni, és... Hát vadászni, ezt most finoman fogalmaztál, tehát azért ne... Jó, hát mondjunk, ne mondjuk, el, mondjuk el, hogy vadászni. Mondjuk, hogy vadászni mentek, a, nincs ebbe semmi szégyenlő való, szerintem, hogy valaki a hidegháború alatt egy kicsit dolgozik az amerikai titkosszolgálatnak, hát állítólag ugye Molnár Tamás, amikor, amikor Afrikában volt, akkor pont az amerikai titkosszolgálatnak dolgozott. Ezt nem tudjuk. De, nem... feltételezzük. de feltételezzük. De feltételezzük. El, el, Elég erőteljes. Ez a lényeg az ilyen műveleteknek, <laughs> hogy ezt <igen>. nem tudjuk, <laughs> mondjuk, hogy vadásztak. Igen. Vadászi mentek. Uh -huh. Igen. És akkor sajnos, ugye ők hát összeveszték, de ezt lehet egyébként ha hallani volna hogy ő azért könnyen összeveszett ő, emberekkel. Ezt. Nem lehetett egy könnyű ember. Nem, azért. nem volt az. Tehát ezt a visszaemlékezésekből is lehet tudni, hogy ő azért egy nagyon karakán természetű. Ez egyébként az írásaiból is látszik. Tehát, hogy ő akkor azt mondta valakinek, hogy nem, akkor nem. Tehát... Nem, nem feltétlenül volt toleráns mindenkivel, vagy, vagy, vagy és ezt nem is, nem is tartotta a hívának, tehát egyáltalán nem, szóval és ha legyen az akár konzervatív, tehát mindenki mindenki. nem az egyik fiatalkori barátom, egyszer nagyon beleolvastam magát, és azt mondta, hogy a... én ezzel a szövegével nem találkoztam, de amikor a repülőgépeken betiltották a dohányzást, akkor egy ilyen tirádát írt erről, hogy ez a... <hállt> Micsoda forzasztó idők ezek, igen. hogy már a repülőgépen sem lehet dohányozni. Ez a régi iskola, igen. Igen, igen. és ez egyébként igen. ugye más konzervatívoknál is nagyon a biztosítékot, fogalmazunk így, tehát ugye ezt tudjuk, hogy Scruton is írt egy, igen, egy igen. egész könyvet ezzel. Mikor őt finanszírozta valamelyik igen, dohányját. El, igen, igen, igen. Hát ja, ezt a... igen. Molnár Tamás tudomásom szerint nem, nem, de ő ezzel eléggé ki kiakadt ez, hogy nem lehet a gépen dohányozni. Na mindegy, csak ez egy ilyen kis színes. Hát ez az életmód diktatúrával szembeni ö, ö, berzenkedés és jogos berzenkedés, mert ez is egy aspektusa annak, ami a progresszív, ö, tehát a progresszív ö, kulturális hegemónia az ezen a téren is megnyilvánul, megnyilván. tehát az életformára is rá nyomja a bélyegét. Miközben ugye szabadságról beszélnek, de leginkább csak beszélnek, ugye olyan korlátozásokat a az élet tulajdonképpen összes szférájában, ami példátlan, példanélküli. Tehát például ez a, a, a e dohányzáson is propaganda, de mondhatnak bármifajta ilyen propagandát, és ez látszik, hogy a Smolnár nagyon korán érzékelte, és nagyon vehemense reagált, és ő és, az életében is ö, ugye harcolt ezek ellen a dolgok ellen, amiket nem szeretett, nem csak írt ilyen dolgokat, amiket vagy elolvasunk, vagy nem, hanem, hanem ő igen karakán módon kiállt, és, és harcolt. Egy harcos típusú valakiről beszélünk. Egyébként azt meg kell jegyezni, tehát hogy kicsit rátérve már a Molnár szellemi arcképére, hogy az ő központi gondolata az az volt, hogy az utopizmus veszélye az nem fog elmúlni. Hát ez kicsit ja, a könyvet, mert zavarba a... is vagyok, hogy ez pont a kérdés szakértője mellett. Az a... Nem, az az igazság, hogy, hogy én, én bevallom töredelmesen, hogy én nem feltétlenül vagyok a feltétlen híve és rajongója, tehát pont a frankofon vonal az nem annyira az én vonalam. Viszont, viszont van ez a könyve, ez az utópia örökeretnekség, és ez egy, hát egyrészt, ahogy mondtátok, ugye nyelvi szempontból a Molnár, az egy nagyon jó stílusban írt, tehát nagyon jó tolla volt. Nagyon, nagyon, érthetően olvas, mi szintén nem val egyébként mindenféle filozófusokra, és, és ez szerintem egy zseniális, ez kvázi egy ilyen alapműve erről az, ennek az utópiáról való gondolkodásnak, ez csak egy ilyen megjegyzésnek, nekem tényleg ez az egyik kedvenc könyvem tőle. És ez az a motivum, ami minden művében visszatér, tehát a, a modern politikai gondolkodásnak az utópikus jellege, nincs olyan könyve, amiben ez ne lenne ott, és nincs olyan, szerintem olyan bekezdése sincs, ami mögött ez ne yeah. sejlene fel, mint ilyen mögöttes gondolat, hogy itt a fő kritika az az, hogy a modern gondolkodás utópikus, vagyis valami olyasmit hírhet, ami a világon még sehol sem volt jelen. Ez a kedvenc kifejezése volt Ernst Blochnak, egyszer rákerestem a, a a Remény Elf című könyvében, hogy hányszor szerepel az a kifejezés, vagy az a szó összetéte, hogy noch nicht, vagyis hogy még nem, és a több százszor, tehát ilyen, renge, rend, már nem emlékszem pontos számra, de rengeteg szer, szerepel, hogy ez a dinamika határozza meg a modern gondolkodást, hogy még sehol sem volt jelen a világban az, amit mi hirdettünk. Mi már látni veljük, a horizonton túl már fölsejlenek a körvonalai ennek az ideális, utópikus valóságnak, ne, bennünk bízzatok, mert mi látjuk ezt, ti nem látjátok, kövessetek ezért minket. Ez az mentalitás. És ez volt az, amit Molnár Tamás kritizált, és tényleg nagyon mérehatóan, tömören, világos nyelvezettel kritizálta, úgyhogy ezért érdemes forgatni a könyveit a modernség politikai elvei című könyvébe, talán még tömörebben eh, kifejtő. Nagyon rövid. Azt nem is tudom, hogy ez milyen, az milyen, milyen nyelven jelent, meg eredetileg mert én csak magyarul találtam. Én is csak magyar Az meg. egy magyar, magyar és igen. Mint mintha az, az nem lenne igen. valóban más nyelven. Én azt nem a, De az az, az egyik legjobb szerintem is. Az, hogy a valaki bevezetést, akkor az tényleg egy ilyen igen. nagyon gyorsan elolvasható kis könyvecske, igen. És abban van minden, tehát Hobbes, Rousseau, tényleg. Bizonyos szempontból Monár olyan, mint egy szellemi tűzi játék, hogy, hogy az egyik ilyen uh, minta követi a másikat, és nagyon gyorsan vált a különböző uh, filozófusok bírálata és értékelése között. Úgyhogy nagyon izgalmas ilyen szempontból. Ő egy konzervatív uh, gondolkodó volt, vagy miként jellemezhető uh, Monár? Ő, ő egyébként érdekes módon nem fogadta ezt a jelzőt. Sőt. Ezzel is harcolt. Ne nevezzék konzervatívnak, ö, a konzervativizmust azt egy nagyon sekés értelemmel azonosította. Tehát egyszerűen a status quo konzervativizmussal azonosította, am amelynek végképp nem, a, nem volt a híve, és ö, teljesen fals dolog lenne volna, hogy most egy status quo hívő valakinek tartani, hiszen ő pontosan azt mondja, hogy ez a status quo ellen ö, ugye valamilyen formában ő küzdeni kell, mert ez nem jó. Itt, itt, itt nincs mit konzerválni. És sajnos konzervativizmus így fogta fel, vagy a konzervatívságot így értelmezte. Ez miért sajnos? Mert szerintem ez egy, ez egy, ez egy leszük, leszűkítő értelmezése, hiszen szóval a konzerváció szógyökben több minden benne van ennél, mint hogy ez, hogy, hogy ez csak a státuszkót vonatkozik zon. De ő nem így fogta fel, és ő a jobboldaliságot ő, Hozta az előtérbe, és aként határozta meg inkább magát, hogy ő, ő egy jobboldali és katolikus filozófus. Tehát itt ugye a katolicizmus nagyon fontos volt általános gondolkozás. Arra tudunk valami közelebb, hogy neki az ilyen megtérése vagy ilyen katolicizmus az honnan jött? Igen. Ö, a, én, én úgy olvastam, még akkor, amikor. Ö, ö, kutattam a Temesnek a hagyatékát, mert ugye ez régebben volt azért már lassan tíz évvel ezelőtt, de határozottan annak emlékeim, hogy, hogy erről beszélt, a levelekben is, hogy egy, egy, bizonyos apáca volt az, aki, ö, aki olyan mély hittel bírt, vagy olyan, olyan, személy olyan személyiség volt, aki, a, hogy arra készítette Molnár és egy hogy ő mélyíts a, a katolicizmusát, vagy akár a vallásos gondolkodását. Ő ugyan egy keresztény katolikus családból származott, de elég egy agnosztikus légkörben élt, nem igazán volt biztos a, a, dolgokban egészen addig. És ez egy, hát azt is mondhatnánk, hogy viszonylag későn, hát vagy, a, vagy az életének azért nem a nem 18 éves korára történt, hanem a 30 körül. Tehát a megtérés az nem egy intellektuális folyamat nem. feltétlenül, és Tényleg ez az érdekesebben, hogy egy, egy viszonylag egyszerű ö, apáca lelkülete az az impulzus, ami meghatározza. Hát nagyon gyakran a megtérés, az ö, pontosan így is néz ki. A, a Tolstoy feltámadására gondolunk ott a Nyekjudov herceg, a regény végén ugyanazokat a sorokat hallja a Bibliából felolvasni, amiket már nagyon jól ismert, és már százszor hallott. És már szinte banálisak voltak, de az adott pillanatban úgy értékel ezek a mondatok, hogy az átformáló hatással volt rá. És a megtérés is ilyen, Molnár Tamás esetében is ö, ö, ilyen lehetett, hogy nagyon jól ismerte a kereszténységet, tehát filozófiai, intellektuális síkon, viszont kellett neki az a hiteles, személyes ö, hit, amit megtapasztalt, és ö, hát igen, innentől kezdve ő nagyon elkötelezett. Ö, katolikus hívő volt, és szerintem is egyébként pontosabb hmm. meghatározás a konzervatívnál az, hogy ő egy katolikus filozófus volt. Ez magára is mondta, hogy ő hmm. így, ezt a saját magát, hogy beszéltetek, a, vagy szótejtetetek az utópiáról, és azt mondja, hogy a, hogy a modern gondolkodás utópikus. Először nézzük meg, hogy mi volt Molnár kritikájának a tárgya, kicsit specifikusabban, mit nem szeretett a modern világban, vagy az utópiában. Aztán nézzük meg, hogy mi az, amit szeretett, vagy szeretett volna. Hát a modern világban semmit nem szeretett. Ezt röviden leszögezhetjük. Tehát ő, teljes mértékben ő, a modernitást, mint olyat, de valami olyasminek vélte, vagy tartotta, amely teljesen ellentétben van egy olyan ö, világgal, a, amelyben érdemes élni. Tehát ő nagyon-nagyon, tehát igazán semmi pozitívat nem látott. Én, én, én úgy vettem észre a modernitásban, és még, még, csak azt sem mondhatnám az ő esetében, hogy, hogy például a kereszténységet összekötné valami a modernitással, mert azért ilyen, ilyen, gondolatok vannak, akár konzervatívak részéről is, de, de ő például úgy tartotta, hogy ez a kettő teljesen ellentétes egymással, és a modernitás az az utópizmusból, az utópizmus újra fakad elsősorban, amely ugye körülbelül a, a, a késő reneszánsz, a kora újkornak a környékén jelenik meg, amely tulajdonképpen a, a materializmus, illetve a panteisztikus materializmus ö, eszmei hátteréből fakad. És a panteisztikus materializmus ö, körébe vonta be ő egyébként az idealizmust is. Ugye elsősorban itt a német idealizmust ő, bírálta Lász, Kant és, és társai, mert én ebben nem teljesen értek vele egyet, de mindegy, ő ezt így, így látta. És, és tulajdonképpen mind a kettő, tehát a materialista és az idealista vonulatokat is, tulajdonképpen uh, ugye a modernitásnak a uh, uh, tulajdonképpen uh, trójai falovaiként uh, tartotta számon, a, amelyek ugye akár behatolhatnak például a kereszténységbe is, de ha ott azok teret nyelnek, akkor egy idő után ezt az emberi szellemet ugye, teljesen elfordítják uh, minden lényegi dologtól, és egy olyan társadalmat hoznak létre, a, amely tulajdonképpen Isten és ember ellenes. Mondhatjuk így. Ezt egyébként, amit most kifejtettél, lesz Molnár Tamás, a bennünk lakik-e az Isten, francia eredeti címén pedig az immanens Isten című művében fejtette ki, ebben egy átfogó kritikáját akarja, vázlatos és átfogó kritikáját akarja adni a német filozófiának. Ezt is érdemes forgatni, igen. de ez egy kicsit filozófiai. Igen, igen, tehát ez egy, teljesen filozófia. Én egyébként életem. úgy foglalnám össze ezt a hozzáállását a modernséghez, hogy Molnár szerint a modernség az deszakralizálta a társadalmat. Tehát a premodern társadalmaknak az integrációs modellje, ami összetartotta a társadalmat, ami a normát adta, az szerinte a szakrális volt. És ebben egyetértett egyébként olyan pogány szerzőkkel, mint új pogányszerzőkkel, mint Alain de Benoist. Együtt is írtak könyvet, Szentségfogyatkozás címmel. Uh, ugyanakkor ő írt egy másik könyvet is, a Pogány, kísértés. címmel. Tehát ő, ő, kitette a jelzőtáblát a, azért abba az irányba is, hogy szerinte érthető, nagyon is érthető a modern világban az új Pogány kísértés, viszont azt is leírja, hogy ennek miért kell ellenállni, hogy ez miért egy, miért egy üres történet ez az új Igen. Pogány kísértés. És számára az volt nagyon megrázó, és azért van szerintem, kicsit kételkedve néztem, amikor azt mondtad, hogy semmi értékeset nem látott a modernségből, mert Molnár azért igaz, hogy egy nagyon sarkos és egy nagyon határozott vonalvezetésű gondolkodó volt, de de őszinte érdeklődéssel olvasta a modern filozófiát, és, és uh -huh. tényleg elég korrektül tárgyalja a modern gondolkodókat. De mégis azért értek egyet egyébként ennek ellenére, mert a Molnár számára nagyon megrázó volt az, hogy mikorában a civilizációs átmenetek során általában a szentségnek az egyik modelljét cserélték le a szentség egy másik modelljére, például a pogány római kultuszt, a politeista kultuszt, amit a császár kultusz ö, fogott egybe, azt lecseréltek a kereszténységre, de ugyanúgy a szentség modellje megmaradt. És szerinte a probléma az, hogy a modernséggel, a felvilágosodással pontosan az változik meg, hogy, ö, hogy a szentség ö, modelljét egy olyan modell váltja föl, aminek semmi köze már a, a szenthez. Tehát egy technikai modell, egy tisztán ö, emberközpontú Szentségtől megfosztott modell. Ezzel egyébként vannak olyan gondolkodók, akikre ő nagyon figyelt, és nem értenek egyet. Például Jacques Ellul, francia gondolkodó, aki szerint ami deszakralizál, az mindig maga is szakralizálódik. Tehát például a technikára mondja elő, hogy. Igen hogy a technika deszakralizálja a társadalmat, de ezáltal, és pontosan ezáltal szakralizálódik maga a technika, tehát ezáltal válik az új integrációs elvevi a társadalomnak. Igen, de ez, ez egy, egy mind, vitapont. Bocsánat, szerintem Molnár amúgy egyetért, de viszont ő ezt nem tartja pozitívnak. Tehát ő is írja, egyébként pont az által is idézett, ugye a lélek és gép, illetve az én színmakusz. Ugye ez a két, magyarul ezek, ez a két tanulmány, ez egy könyvben jelent meg. Nagyon fontos mindnek. Én ezeket a liberális hegemónia mellett a, a talán a legfontosabbaknak Volnár kapcsán, meg ugye a már említett modernség politikai elveit. Tehát ö, ugye itt ö... Pont a lélek és gépben is írja ezt, hogy, a, hogy van, van egy bizonyos ö, ö, szentség a modernitásban, de ez egy álszentség, egy pseudo És ö, tehát az, amikor a, a templomok helyén, ö, vagy a középkor gótikus katedrálosainak tulajdonképpen helyén, eszmei helyén bevásárló központok épülnek, na hát ez egy tulajdonképpen egy pseudo-szentség. Hát, nem csak az eszmei helyén, hanem... Már, vagy, már vagy fizikai értett, helyén is lassan. Konkrétan, tehát van, van olyan... Hát vagy bevásárlóközpont, vagy mecset, ez a nyugati modell, ja. azt hiszem. Gördeszka de... pálya is mm. ö, épült már ö, templomban. Németországban oh, ez talán még szimptomatikusabb, hogy ott a... ilyen is vannak. Igen, az, az egy rosszabb helyzet, igen. De hogy Németországban volt, hogy Barnak kőszén lelőhely miatt bontottak le templomat, ami mutatja ennek az ökológiai ö, tehát a, a zöld, zöld ideológiának mutatja a, a radikalizmusát, mm -hmm, hogy, mm -hmm. hogy a szakralitás régi modelljét egy új ja, hát váltja föl a tekintő. Én, én, én egyébként Prágával találkoztam, ilyen, hogy a templombejáratba építettek be a pizzériát. Azt mondjuk pizza, hát az egyik ö, nagyon régi gótikus templombejárat. Tehát itt csak így lehetett megközelíteni, hogy át kellett menni a, a pizzérián. Hát illetve... Szóval a, a szóval kemény, ami, de Csehország azt a, szóval a legateistebb ország Európában. Ez igen, Kelet-Európában mindenképpen. Hát figyelj, Prágában nem nagyon, tehát ott, ott, a Prága főtemplomában azt hiszem, hogy szinte csak turisztikai céllal lehet bemenni. Tehát, hogy, hogy ott nem, nem, is, nem, is, nagyon... Én egyszer voltam Prágában ilyen többnapos jelleggel, is és akkor kizárólag, a, tehát a, nem, nem, semmilyen liturgikus cselekményt nem találtam ott, hanem kizárólag turista tömeget. Uh -huh. Ez csak egy ilyen lábérzet akkor Prágához. De kicsit visszakanyarodott, tehát Molnár Tamás megőrizte, hogyha már Prága, megőrizte a közép-európai milliót is, és ez nagyon fontos, tehát hogy számára pont a 90-es években vált nagyon fontossá. Ez az örökség, mert ő egy, egy tényleg egy frankofon gondolkodó volt, és nagyon mélyen azonosulta a latin és francia örökség normáival. Viszont nagy reményekkel tekintett, és pont ezért érdekes az Európa zárójában című könyve. Ő, ez bizony nem, nem rég jelent meg, igen. Nem rég jelent meg, és szerintem a legszebb kivitelű könyv, ami eddig Molnár Tamás megjelent. A borítóján egy francia vagy olasz templomban látunk egy amerikai katonát. Azért nem tudom eldönteni, mert én megnéztem a fotó eredetiét, és ott, ha jól emlékszem, a Szent Johanna üvegablakot láttam, ami inkább a franciát valószínűsíti. De hát az lenne igazán szimbolikus, ugye, Molnár Tamás szempontjából. A lényeg az, hogy egy szép és és nagyon tartalmas könyv ez is. A Molnár Tamás ebben azt a reményét is megfogalmazza, hogy hogy a nemzeti újjászületés, ez a lefagyasztott 19. századi nemzeti szellem, ez Kelet-Európában meg fog erősödni és vissza fog térni. Igen, egy érdekes hogy ő egyébként a nacionalizmus is elég pozitívan értékeli. Ez nem jellemző mindegyik konzervatív szerzőre, sőt, azt is. Azért. Molnár Tamás, akárhogy nézzük, ő azért a, a Sármárász-féle axiom franceshez közel állt az integrális nacionalizmus köreihez. Annak egy, egy ultramontánabb, katolikusabb, szárnyához tartozott, azt el kell mondani, hogy. Hát igen, a, a, a Franciaországban a, ez az integrális nacionalizmus, meg a morász, ugye, tehát hogy ott a nacionalizmus az az együtt járt a monarchizmussal, tehát hogy ott nem került a kettő, uh -huh. szem, legalábbis a morásznál nem került igen. a kettő szembe, és valószínűleg ezért is volt neki könnyebb ezt összeegyeztetni, mint, hát máshol ez nem feltétlenül így alakult. Igen, 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 tehát sőt, ugye, ugye nálunk nem, nem mondható. Nálunk, nálunk nem mondható, igen. Igen, és az az érdekes, hogy tehát, ez egy nagyon heterogén társaság egyébként ez az Axiom Frances. Tehát, hogy voltak olyan tagjai, akik ö, belecsúsztak ugye ebbe a, ebbe a kollaboráns ö, világba, ugye, amikor Franciaországot megszállták a németek, ö, de voltak azok, akik kifejezetten ö, kifejezetten inkább egy ilyen német ellenes ö, vonalat képviseltek, és itt nem is csak ez a megoszt, nem csak ementén e a kérdés mentén oszlik meg a történet, hanem azért az Action france azt el is ítélte az egyház. És, és, azért voltak olyan nem tagjai feltétlenül, de ennek az egész iskolának voltak olyan képviselői, akik sokkal egyház hűbbek voltak, és, és, Molnár Tamás ehhez a vonalhoz kapcsolódott inkább amellett, hogy nagyon tisztelte már ezt most. Itt az az érdekes, hogy már ez, ő egy... Hát az egyháznak két kifogása volt, az egyik politikai volt, és az, hogy a, a ugye hát gátolják a közeledést, a, hát akkor a munkás mozgalom volt az, ami problématikus volt, és gátolták a közeledést. Ez volt a politikai kritika. A tartalmi kritika az az volt, hogy a Morász számára nem a nem a keresztény hit volt fontos, hanem az egyház felépítése, mm. és az, hogy hogy milyen az egyház hierarchiája. És nem azt, nem azt mondta, hogy legyen pogány az egyház, hanem azt mondta, hogy pogány az egyház felépítése. És ez a jó benne. Igen. Tehát nem a kereszténység, és nem az apostolok. Gyakorlatilag egy politikai katolicizmust képvisel, De, mert igen. ő maga, Agnosztikus és pozitivista volt. Igen, igen, a komp követője volt a és, kezdetben. És az, ugye komnál még azt látjuk, hogy ő egy, egy teljesen szekuláris újvallást akar megalapítani, viszont ö, már ez pedig azt mondja, hogy tehát itt van itt van a katolicizmus, mint váz, mint struktúra. Ezt fel lehet használni, mert ennek van egy autoritatív ereje. Az igazsága az nem foglalkoztatja. Tehát, hogy hogy, a, hogy ennek transzcendens igazsága uh, van-e, az nem foglalkoztatja, vagy metafizikai <laughs> uh, tartalma, az nem foglalkoztatja, de úgymond egy olyan politikai katolicizmust akar felhasználni. És uh, hát Molnár egyáltalán nem ezen a vonalon mozog, tehát ő tényleg egy hívő, és emiatt uh, mondhatjuk, hogy áttételesen tanítványa ennek, a, ennek az iskolának de nagyon fontos, hogy ő egy autonóm gondolkodó, ugyanúgy, a, ahogy az ő első inspirációja Bernanos is, aki ennek az iskolának tagja is, de egy nagyon különc tagja. Hát ő ugyanolyan kiállhatatlan fószer hírében állt, mint a Molnár Tamás, és a, ha jól tudom, az első könyvét egyébként a Molnár Bernanosról írta, ez magyarul yeah. nem jelent meg, de, eléggé, de egyébként, egy, és nagyon érdekes, és nagyon érdekes az, hogy pont őt választotta példaképéből, mert hogy gyakorlatilag a Bernanos az semmihez nem tudott igazából, meg nem is akart csatlakozni. Úgyhogy egyébként tagja volt az Action Francesnek, meg, meg volt ez a Camelou Duroy nevű szervezetet, hogy ő utcai balhékban vett részt, meg verekedett, meg lesittelték, meg hasonlók. Egy viszonylag híres francia íróról van egyébként szó. És mondta ezt a jelzőtáblát, hogy kitette a jelzőtáblát, és a, mint hogyha Bernanos könyv egy másik jelző jelzőtábla lenne, amit a tehát, amit a Pogány kísértéssel szemben äh, tett ki a, a Pogány kísértésben, a, a Bernanosról szóló könyv a jelentős része az a fasiszta kísértésről szól, amit a Bernanos äh, kapcsán elemez, és hogy a, azt is ugyanúgy értelmezte szerintem, mint a Pogány kísértés, hogy ez egy létező, és ér, ér, érzékelhet, hogy miért erős ez a ez a kísértés, amit ő fasiszta kísértésnek nevezett, de hogy a -ennek ellen ellenszegült és ellenállt, és mint mintha ez is egy ilyen jelzőtábla lenne. Most ezt azért mondom el egyébként, mert Molnár Tamásról a, a hazai tudományos körökben nagyjából az a képél, hogy hát ez egy ilyen valamiféle fasiszta volt, Igen. Vagy, vagy közel náci, vagy nem hát tudom én micsoda. Hogyha voltam akkor Dachau-ba internálták, és, és, hát a, az első könyv az pont arról szól, hogy nem, 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 nem adjuk ehhez, a, nem adjuk meg magunkat ennek a dolognak. Igen, csak a, az antifasizmus ez nem egy meggyőződés, hanem egy taktika, aminek az a lényege, hogy aki, akit én ellenségként azonosítok, mint antifasista, az, az következésképpen értelmszerűen fasiszta kell, hogy legyen. de ez Stálintól ered egyébként az elgondolás, tehát amikor ugye a nemzeti szocialista párt neve miatt ugye túl közel állt a szocializmushoz ez a név, ugye elkezdte használni a fasiszta jelzőt például a nemzeti szocialistákra. Ez hát német, a német, a utcai, és... német utcai verekedésekben a szociálfasiztát ezt a szociáldemokratákra használták. Tehát az jellemző volt, hogy ezt igazából ez az, ellen, az ellenségre kell használni, és mindenki faszista volt, aki ellenség volt. A szociáldemokrata volt a legfontosabb ellenség. Meg hogy ez, hogy ez a, ez a hmm. fasisázás, ez mennyire őszinte egy kommunista, vagy egy baloldali részéről, azt szerintem legjobban az mutatja, hogy a Berlini falat és antifasiszta védőfalnak hívták mm, igen. a keletnémetek, tehát igen. Ez, igen, igen. ez talán ezt a dialektikát nagyon jól mutatja, hogy aki ezen átmászik, hát az fasiszta. Igen. Tehát értelmesen, aki nyugatra vágyik, az mi, mi más is lehetne, aki az antifasiszta igen, védőfalon, igen. rossz irányba mászik át, az... az... Igen, tehát tulajdonképpen ugye a bizonyos marxista gondolkozók ugye úgy tartják a fasizmusról is, hogy az az is egy tulajdonképpen a burzsóá kapitalizmusnak valamilyen kései fejleménye. Tehát a, a azok azok tulajdonképpen burzság is szerintük, tehát... hát ez a legfelső az, az, az utolsó fejlődési stádiuma Igen, ja igen, azt hiszem, az államkapitalizmusnak amit pontosan. Uh -huh. Az állam és forradalom van. Igen, igen, és <híts> és ugye ezt ezt ezt, igen. ezt a stalinista kommunista fasisztázást ugye átveszik a liberálisok is, tehát ez Látszik sajnos ugye átveszik, illetve azért van itt egy olyan ö leszármazás, vagy egy ilyen genealogikus viszony, hogy a, a magyar ö, baloldali értelmiség a 90-es években, amikor Molnár Tamás behozta ezt a, ezt a... Igen, mert ő járt ugye haza, akkor már ö, rendszerváltás után tanított is itthon, tehát volt egy kis kvázi követői köre is, meg tanítványa és a többi. Neki volt egy kialakult ö, nem szeretem a világnézet szót, de volt, voltak kialakult szilárd elvei, mm. és egy meghatározott ö, ö, hagyományelvű gondolatot mm. hozott be ö, nyugatról, meg hozott vissza ö, Molnár Tamás, és pontosan a 90-es évek volt ez az időszak, amikor átállították a váltót a, az értelmiség vasútvonalán, hogyha mondhatom így, mert addig az volt az elgondolás, hogy a világszellem az ugye a marxista irányba repül szárnyal, és ezt a szárnyalást kell követni. Tehát, hogy van a történelmnek egy meghatározott iránya, és, és, ezt, ezt Moszkvába felismerték, tehát nincs más teendő, mint ezt követni. És a, ez, a, ez, a, gondolkodásmód, ez egész egyszerűen irányt változtat, tehát, és ez, ez, nagyon szúrta a szemét Molnár Tamásnak is, hogy az értelmiség egyik pillanatra a másikra azt mondta, hogy ja, hát nem Moszkvába ismerték fel a világszellem röppájáját, hanem, hanem Washingtonban, és akkor amerikanizmus, liberális elgondolások, és egy az egybe ugyanúgy átvesznek és importálnak egy, egy gyökértelen, és Magyarországon nem szervesült gondolkodásmódot. És ehhez képest Molnár Tamás, aki látszólag egy francia hagyományból jön, sokkal mélyebben gyökerezik a magyar talajban, tehát sokkal sokkal, sokkal elvszerűbbnek tűnik, és szerintem ezzel is magyarázható a népszerűsége, hogy nem -e egy importált nem egy teljesen gyökértelen gondolatot képvisel, ellentétben a kortársaival, akik, akik tényleg ilyen, tényleg teljesen abstrakt és, és uh, ilyen, olyan értelemben légből kapott elveket közvetítettek, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen arra volt csak gondjuk, hogy hogy átállítsák a váltót balról, hát nem jobbra, hanem egy ilyen liberális irányba. Igen. Hát teljes mértőben egyetértek ezzel. Ugye a, a váltók átállításával is, tehát a, jöntő, tulajdonképpen a, az amerikanizmus, tehát hogy ezt így, így is írja, tulajdonképpen most amerikanizmus, ez, ez lényegében, ha bár ugye doktrinálisan vagy vagy dogmatikai szinten, hogy fogalmazunk így, hogy nem annyira koherens és nem annyira erőszakos, mint a marxizmus, de ugyanakkor ez is egy, egy végül is mondhatjuk azt, hogy egyfajta világnézetet képvisel, és ez, ez, ez is egyfajta olyan, tulajdonképpen hatással bír, hat, mint marxizmus. Tehát ugye ez, ez, ez small Molnár valahogy meg is fogalmazza, hogy, hogy, tulajdonképpen ez a, materializmusnak ugye ez egy másik fajta megfogalmazása. Tehát, Egyáltalán nem azt jelenti, hogy, a, hogy, a, hogy itt valami váltás történik a úgymond a, ra, a rabság, a marxista, marxizmus a rabságban tartott nemzetek felszabadulása és a szabadság világába kerülnek, hanem egy másik rabságba kerülnek. Beszéltünk arról, mi mindent nem szeretett a Molnár Tamás, a modernitást, az utópiát, a kommunistákat, a liberálisokat, a pogányokat, a fasiztákat. Kit és mit szeretett akkor Molnár Tamás? Igen, nem csak egy antagonista uh, volt azért, Annak ellenére, hogy ellenforradalom című könyve is van, és azt is érdemes uh, forgatni. Uh, de hát, amit szerintem már említettünk, hogy ő a, a hagyományos katolikus uh, doktrinát azt uh, tartotta követendőnek, meg azt tartotta egy olyan elvnek, ami a ami az, az, ember értelem, az emberi élet értelem adó céljára vonatkozik, és választad az ember legmélyebb kérdéseire. Tehát ezt emelném ki elsősorban, hogy a, a katolikus tanítás tartotta ilyennek. Nagyon fontosnak tartom, hogy egy, egy magyar patriótáról van szó, tehát mindig a, a szívén viselte a magyarság sorsát, tehát ez mindenképp egy olyan dolog, amiért uh -huh. kiáll, tehát nem valami ellenáll tehát nem egy egy a sovinizmus, semmilyen formája nem jellemző rá, tehát nem valami ellenáll ki, uh, hanem valamiért. És ő, aki uh, ezer szálon kapcsolódik Erdélyhez, én nem olvastam olyan sorát, amiben uh, ilyen román ellenes kirohanások lennének, uh, ilyen, vagy val valamiféle ilyen bosszuszomjas neheztelés jellemezné, sőt, uh, román gondolkodókat Csorántól egészen Mircea Eliadeig, aki nagyon sokban hatott rá, pont a szent modellje kapcsán. Nagyon nagy érdeklődésre forgatta, és, és idézi őket a műveiben. Tehát, hogy ő azért egy univerzalista volt, tehát amellett, hogy fontos volt számára a, a, ez a Pozitív értelembe vett nacionalizmus, egy, egy hazafirral van szó, mm -hmm. amellett ő egy univerzalista katolikus, tehát nem is engedheti meg magának a, azt, hogy hogy nemzeti alapon gyűlölködjön, hanem, hanem úgy gondolja, hogy minden, ami igaz, az a miénk. Tehát, hogy, hogy mindenhonnan, mint egy rendes katolikus univerzalista, minden igazság az a mi örökségünknek a része, és és ebből, ebből ő, bár, bárkit szabadon idéz. Szóval ez mindenképp egy olyan dolog, amiért kiáll, és nem ami ellen megfogalmaz, ez nem, tényleg nem csak egy, egy kritikus a modernitással szemben. Uh -huh. Hát mit lehetne még kiemelni? Én, én egyébként a Aquinas Szent Tamást emelném ki, mert ő volt az a gondolkodó, akár a katolikus cizmuson belül, a, aki ez a leginkább kötődött, és a tomizmus. Tehát ugye, ha már, ha már Tamás, hát ugye a nevében is benne van, hogy Tamás több értelemben is tomista. Tehát ugye az, hogy a, igen, tehát ugye a tomista hagyomány, tehát a, és ugye az ehhez kapcsolódó elsősorban ő az arisztoteliánus hagyományt emelte ki, tehát egy Platont az kevésbé szereti, mert ez szerintem egyébként nem volt olyan egyértelmű azért a, akár még is Szent Tamás viszonyatában, hogy ő, ő ne szeretné Platont, szóval el kell olvasni a, a hát igen, de, a, a, de az, mindegy, inkább az az nála az, persze, az tehát, szintén, ő Inkább arisztoteliánus nyilván, de hát azért van ott Pseudo Dionysios idézet is, meg sok minden, amik akit viszont már Molnár Tamás nem igazán szeret. Tehát ugye, Igen. és mondjuk, hogy ha, ha már ilyen vonalon mozgunk, tehát akkor ő nagyon erősen ezt a tomista megközelítést hangsúlyozza, hogy akár a kereszténységen belül is, és, és tehát a, ami az idealizmus felé tart, tehát ugye azt tudni kell, hogy ő, ő egy realista, filozófia értelemben vett realista ontológiát képvisel, és ami a például a kereszténységen belül is akár mondjuk egy nem, nem, kevésbé a realista ontológia felé tartana, gondolok itt olyanra, hogy például a keleti ortodoxiának a, a bizonyos teológusainak a felvetései vagy akár a katolicizmuson belül, vagy akár a reneszánsz neoplatonizmus, ugye a, Ficino vagy Mirándola féle gondolatok, na, ami egyébként úgy mond a, a modernitás előzményeként. Van még, igen, tehát, tehát az ő azokkal szemben is nagyon erősen, ugye nagyon harcosan szembe helyezkedik. Mondjuk ezzel, nincs, sarkos ezzel volt, nincs egyedül, mert a reneszánszat a reneszánsz gondolkodást ezt eleve a modernitás Ilyen. előzményeiként szokták említeni. De, de azt hoznám ide egyébként, hogy amikor azt mondod, hogy egy, egy tomista ontológia, nagyon pontosan meg fogalmazol, de itt gyakorlatilag Molnár realizmusa, az nem egy politikai realizmus, ez is fontos. Tehát nem, nem azt jelenti, hogy, hogy. Nem a külpolitikai iskola. Nem a külpolitikai iskola, én, én. Nem. hanem ez a, nagyon fontos dolgokat emel ki, hogy hogy azt jelenti, hogy az érdemli meg a figyelmünket, ami létezik, ami van. Ez, hogy az az van, van hitközi... egy rajtunk kívülálló valóság, tehát nem csak mi Nem a, a, a tudatunk hanem, tudatunktól igen, függ, igen. Meg. nem a fejünkben van az, amiről beszélgetünk. Igen, igen, bár ö, egyébként egy ö, komolyan vető idealista nem mondja azt, hogy a fejünkben van. Szóval itt azért lehet ö, szerintem. Ö, vitatkozni akár a a, a Molnára, mert mert szerintem vannak olyan érvei, amik nem teljesen jól vannak bevezetve itt, tehát nem, én nem én nem vagyok ebben teljesen biztos, hogy, 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 hogy ezek a gondolatok annyira meggyőzők, egyébként ugye azt tudom, hogy elküldte Fögelinnek is a, a könyveit. Az ezeket a, a főleg a, a, az ontológiai kérdésekkel foglalkozó könyveket, és főleg, én, ha bár egy hasonló állásponton volt, mint ő, nem igazán reagált rájuk, és ezt nehezménye is, is a leveleiben. Tehát, de mindegy, ez, ez, egy, ez egy teljesen más kérdés, ő ezt képviselte. És, és, hogyha, hogy mi állt hozzá legközelebb, tehát akkor ezt mondhatjuk, hogy a katolicizmuson belül ugye ez a tomista és realista hagyomány. Volt Molnár Tamásnak egy barátja, ez egy szellemi barátság is, tehát nem csak egy személyes ismerettség. Marcel de Kort, aki egy, egy belga katolikus arisztotelész kutató volt, és legjobban szerintem a Molnár gondolkodása rá hasonlít. Sok szerzővel lehet összevetni Molnárt, ugye az említett főgelinnel is, a modernitás átfogó kritikája kapcsán. Aztán van egy olasz gondolkodó, akivel szerintem érdemes párhuzamba állítani, ő Augusto del Noce, uh -huh. aki az ateizmust tartja nagyon fontosnak, a, és a, ugyanúgy, mint Fögelin, az immanentizmus, tehát az, hogy nagyon le egyszerűsítve a kérdést, egy földi mennyországról beszél a modernség, tehát hogy a minden, az emberiség üdv várakozásait és végső reménységeit ebben a világban kell megvalósítani politikai eszközökkel, ezt veti föl, de mégis legközelebb Molnárhoz szerintem filozófiailag Marcel de aki akinek a fő problémája az, hogy a modern gondolkodás, a modernség az azt állítja, hogy az ember az teremtőként képes viselkedni. Tehát a politikában a görög poézis Fogalmának az értelmében teremtő, tehát egy, egy ilyen demiurgoszként működik a, a modern ember. Tehát ő az, aki létrehozza azokat a viszonyokat, és ő az, aki utána formálja azokat a viszonyokat, amik között, amelyek között élünk. És ezt bírálja mindkét gondolkodó, és ez is nagyon fontos. És ez is ehhez az Aristotelészi hagyományhoz és realizmushoz megy vissza hogy a lét az megelőzi a cselekvést ebben az arisztotelészi modellben, a modernségben pedig a cselekvés megelőzi a létet. Tehát, hogy most nagyon nagy vonalakban, mert ezt nem mindenki gondolja persze így, de amit itt bírálnak ezek a, a modernségnek, ezek a kritikusai, az az, hogy egy aktivisták ezek a gondolkodók, és azt gondolják, hogy, az, hogy velük kezdődik a történelem, hogy ők, az ő cselekvésük, az egy teremtő aktus, akár a politika viszonylatában? Igen. Igen, mondjuk, a, hogyha belegondolunk ebbe a. a tehát, ha művészetre nézünk például, tehát ott is van egy egyfajta teremtési aktus, amit végül, amit viszont Molnár nem vett el. Tehát, de nyilván ez, tehát ez egy olyan teremtés, ami egy másodlagos teremtés. Hát ez nem tehát, mellékes körülmény. Igen, igen, de attól még teremtés. Tehát ugye az, hogy a. a Ö, tehát, igen, tehát de hogy nem, a, ennyire, de, a de, 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 az, de hogy de ennyire, hogy hú. hogy mondjam a, az ember ugye, az embert Isten a saját képmására teremtett, akkor nyilván valamiféle hasonló képessége van, ez, ez igen. nyilván meg az alkotásban, meg a poézis képességében. Amire nincs képessége, és amit általában ezek a szerzők bírálni szoktak az utópistákban, az az, hogy az egész világot úgy rendezhetem igen, be, igen. ahogy én akarom, mert ugyanazzal a képességeket, hmm. ugyanazokkal a képességekkel rendelkezem én is, mint az Isten. Ennek ma is vannak példái, Tehát az, hogy nem fogadunk el semmit sem ami igen, igen. Adott Sőt, esetben a mi hatalmunkon kívül igen, áll, hogy ezt igen, talán igen. nem tudjuk megváltoztatni, mert igen. az nem a mi... Sőt, a illetve testünk. Isten ugye a, ezekben a, ő nincs is az utópisták szerint. Tehát ugye, hogy, hogy csak az ember van. Tehát csak az ember van, és, és tulajdonképpen az ember az, aki létrehozza tulajdonképpen igen ilyen értelemben a világot. Habár érdekes módon mondjuk a... a, a a materialista utópisták például azt nem mondják, hogy az anyagot is az ember hozzá létre, mert akkor már idealisták lennének. Szóval, szóval igen, szóval itt azért vannak nagyon-nagyon érdekes felvetések, mert akkor az anyag az honnan van, tehát az csak úgy lett, vagy és honnan lett. Szóval igen, tehát idáig azért nem mennek el, de valóban. Tehát, a, tehát tulajdonképpen fel se teszik igazából ezeket a kérdéseket, amelyek például a világ eredetére vonatkoznak, vagy a létezésnek az eredetére, ezt adottnak veszik, és ö, ugye a már meglévő elemekből a teljesen ö, az individuális önkény ö, vonalain haladó tulajdonképpen garázdálkodást nevezik teremtésnek. <laughs> <laughs> Jó, ez, igen, na, azt hoznám még ide, amiről még nem esett szó, hogy Molnár Tamásnak volt egy ma nagyon divatos a geopolitika. Mindenki erről beszél, főleg most a különféle háborúk kapcsán. Molnár Tamásnak volt egy határozott elképzelése arról, hogy mi Európa helye a világban. Egy nagyon európa-centrikus gondolkodó volt, és ezt az ő gondolkodásában az is megerősítette, hogy járt Amerikában, és ez, ez a világ, ahogy említettem, részbe be is fogadta, de ki is vetette magából. És magáévá tette azt az francia antiglobalista és Amerika ellenes irányvonalat, ami ami Franciaországban, meg különösen ezekben a jobboldali körökben nagyon erős. És Molnár nagyon szerette volna, hogyha Európa, a nemzetek Európája, az egy cselekvőképes és szuverén entitás lett volna, vagy lenne a világban. És úgy gondolta, hogy Európa nem nyerte meg semmilyen értelemben. Se ny Nyugat-Európa, se Kelet-Európa semmilyen értelemben nem nyerte meg a második világháborút, hanem szerinte, ha azt nézzük, hogy Európa milyen helyzetbe került a világháború után, akkor mindenképpen a vesztese volt ennek a konfliktusnak. Ez nem jelent semmilyen szimpátiát a nácizmussal, vagy semmilyen azonosulást, ezt tiszteleztük, de Molnár számára egyértelmű, hogy, hogy kelet-európa, tehát hogy megszállták Európát Amerika és a Szovjetunió, és hogy hogy ez egy áldatlan állapot. Úgyhogy ő azt remélte, hogy erről is szól egyébként az Európa zárójában, hogy Európa elveszítette a szuverenitását, uh -huh. és ahhoz képest, hogy a Bécsi kongresszusban még utoljára egy ilyen egyensúly állapotot állítottak helyre a napoleoni háborúk után, ahhoz képest most már Európán kívüli tényezők döntenek Európáról, és nem az egyensúly jegyében, vagy hát egy másfajta egyensúly jegyében, Moszkva-Washington közötti egyensúly jegyében. Úgyhogy ő, ő, egyszerre volt ellensége, ha megint az antagonizmust hangsúlyozzam, tehát ő egyszerre volt ellensége a, az amerikanizmusnak és a kommunizmusnak. Mint, mint két imperializmusnak ezt a kettőt, mindkettőt Élesen elvetette. Igen, tehát ugye Amerikában tulajdonképpen azért ment, mert ott nem ölték meg. De ez hogyha ilyen radikálisan föló. hogy, szóval, hogy szóval, ő ő a szóval, szovjet tartolni. Ő a, a szovjet megszállás idején 46-ban ment. Ö... 46-ban mentem el Magyarországról. Igen, igen, tehát már a szovjet megszállás követően. De azt nem tudom, hogy egyből az Egyesült Államokba ment-e, vagy először Franciaországba, ezt most nem Belgiumon keresztül jutott el, úgyhogy ugye Eisenhower tábornoknak levelet írt. Mm. Azt hiszem, igen, ezt érdemes kiemelni, hogy mm. ő úgy jutott el, hogy magának a Eisenhower-nak írt levelet, aki ugye hamarosan elnök is lesz, és, és eisenhower válaszolt. Ez elég ritka dolog szerintem. Hiszem, ezt nem tudta. És a, a kérte és azt, a... hogy ő, 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 szeretne Amerikába emigrálni, és szeretne ő, nem tudom milyen ő, státuszt elérni. Tehát ugye az, hogy, hogy, hogy ott tanulmányokat folytatni, és hogy sztelje lehetővé a tábornok. Tehát ugye ebből is látszik, hogy azért volt benne. Nagy remények voltak benne. Hát igen, ez a csalódását, de Nem volt egy ember, tehát... ezt, e, figyelj, ezt a csalódását ami bekövetkezett, azt, azt csak megerősítette azt, hogy ő, ő őszinte reményekkel fordult Amerika felé. Úgy gondolta, hogy egy új hazára fog leállni gyakorlatilag. Nagyon sokan így gondolták. Mm. És a csalódása, ami egy kulturális csalódás volt, az, az így még nagyobb lett. Uh, igazából úgy tűnik, hogy ez a fickó, ez sehol nem volt otthon, nem? Tehát, hogy Amerikában élt, ott se nagyon volt otthon, frankofon volt, de valójában ott sem volt nagyon otthon Magyarországon is. Ugye Magyarországról azt érdemes tudni, hogy ugyan oktatott, de a, mondjuk a hivatalos uh, tudományos élet nem fogadta be. Azért az Egyesült Államokban is azért marginális maradt. Nyilván Franciaországban se tartozik semmilyen főáramhoz. Magyarországon, hogyha jól emlékszem, talán a havi magyar fórumba írogatott. Tehát nem, nem leginkább ott. Nem, egy, nem, egy, nem, nem, a, nem, a, nem, a, nem a mainstream, tehát... Ilyen más, nem igen, más, nem közül az alá. Igen, tehát hogy mindenhol egy kicsit ilyen, ilyen, nem tudom, minek volt tekintve. Kívülálló. Ég, kívül ilyen, ilyen, kicsit, kicsit ilyen leprásnak tekintették őt. Tehát ez igaz rá, hogy, hogy egyébként sehol nem volt valójában otthon, és igazából sehol, sehol nem volt a... ami de azt mondja, hogy itt, itt vagyok otthon, és akkor itt jól érzem magam? A legátfogóbb ilyen életút interjú, ami készült vele, az a századvég kiadónál jelent meg. Ebben egy fiatal a francia ismerőse kérdezi, és megkérdezi tőle, hogy ön világpolgár, mert hát úgy tűnik, mintha sehol se lenne otthon, és bizonyos értelemben szellemileg mégis mindenhol otthon lenne. Ha már mondta pseudo a pagyéztő, mm. jól tudom, azt hiszem ő válaszolta azt egyszer, amikor számüzetéssel fenyegették, hogy Isten Ege alatt én mindenhol otthon vagyok, ez egyfajta univerzalizmus. Szóval Molnár Tamás is feltették neki ezt a kérdést, hogy jön egy világpolgár, és akkor elnevette magát, és az még mit nem? Tehát, hogy azért nagyon örült, amikor hazatérhetett Magyarországra, és érzelmileg ö, nagyon mélyen ö, el volt. Köteleződve Magyarország mellett. Tehát hát semmiképpen sem beszélhetünk arról, hogy ő világpolgár lett volna, vagy egy ilyen szabadon lebegő, gyökértelen értelmiség lett volna. Ilyen, hogy ahogy Spengler mondja. Tehát ő igazából egy kényszer miatt ment el. Tehát az, hogy a, ő nem volt hajlandó asszisztálni a kommunista megszállásához Magyarországnak. Igazából ezt nem bírta volna elviselni, ezt a légkört, amit itt a kommunisták teremtettek, és ugye több mint 40 éven keresztül a magyar népnek ezt el kellett szenvedni. Ezt a terrorista diktatúrát. És ő inkább Amerikát választotta, mint kisebbik rossz, én azt gondolom. Volt a Szovjetunióban ugye ez a nagyon híres hajó, a filozófusok hajója, igazából mm. kettő hajóról van szó. Azokat a filozófusokat rakták fel erre a hajóra, ezekre a hajókra, akik teljesen összeegyeztetetlenek voltak a szovjet rendszerrel. Tehát őket inkább külföldre küldték a Igen. szovjetek, mert érezték, hogy egyszerűen olyan a beállítottságuk, hogy soha nem fognak idamulni a, a szovjet rendszer. Ez ilyen szerzők voltak ezen a hajón, mint Nikolaj Bergyajev, és uh, tényleg hasonló, nagyon kemény uh, figurák. Szerintem szimbolikusan egy, uh, egy ilyen hajóra vagy egy ilyen hajó utasaként képzelhetjük el Molár Tamást, és csak Magyarország esetében. Igen. Nyilván nekünk nincs tengerünk, tehát itt nem lehet ilyen igen, hajót igen. Igen. útnak indítani, de Molár Tamás, ő egy olyan gondolkodó volt, aki össze, akinek a gondolkodása tényleg összeegyeztethetetlen volt a kommunizmussal, és teljesen kompromisszumképtelen volt. És ezért mondom, hogy ő, ő a gondolkodásával automatikusan jegyet váltott egy szimbolikusan egy ilyen hajóra. Most az van, hogy amennyire örült ő annak, hogy visszajöhetett ide, itthon nem mindenki örült annak, hogy ő vissza akart jönni. Kicsit beszéljünk már erről, hogy volt itt egy kör 2009-ben talán, ha jól emlékszem, valahogy így 2000-es 2000 évek elején, de még 10 előtt, ugye 10-ben 2010-ben halt meg Mónár Tamás, Az akadémián akartak egy rendezvényt, és aztán ez nem jöhetett létre. Uh -huh. Miért? van egy, azért mégis nem azt mondom, hogy főáramú, de egy világszerte ismert gondolkodunk, és a Magyar Tudományos Akadémia nem ad placot neki. Az ügy részleteit nem ismerem, lehet, hogy... Ö, én, én sem ismerem a részleteit, de, de vannak elképzelésem én arról, hogy miért nem jöhetett létre. Tehát ugye, ugye itt van a fasisztázás, stb. Tehát, ha valaki megkapja ezt a bélyeget, onnantól ez valóban leprásnak tekinthető, és sajnos rá, rásütötték. Tehát, és De itt arról volt a... szó, hogy ez megtörténik, aztán Igen. törölték. Tört, hogy... Tehát va, én valószínűleg e ez gondolom, hogy ez, ezért lehet, hogy tehát igazából itt, itt rásütöttek egy ilyen bélyeget, tehát ugye az, hogy a, hogy nyilvánvaló, hogy Molnár Tamás ugye a nagyon erős kritikája megjelenik a liberalizmusnak. Tehát ugye látjuk a liberális hegemóniát, látjuk a, a hatalom két arca, a politikum és szentség cím könyveit. Tehát és ez egyszerűen azoknak, akik ott döntést hoztak, gondolom, hogy sok volt. Tehát ugye az, hogy egy ilyen figurát ne támogassunk, aki szóval semmi pozitívot nem lát a liberalizmusban, meg... Egyébként ez meg nem is az... igaz. Tehát az az igazság, ha már, szemezgettünk, hogy mi volt uh -huh. az ami molnár számára elfogadható volt a modernségben, az óliberális, arisztokratikus gondolkodásban. Uh -huh. Ő azért elismerte például a takfill nek a szeret, igen, igen. Tehát, hogy, hogy volt. Akton Tokville ezeket szerette. És ez, ez mutatja, hogy molnár tényleg egy. Tehát egyetemesen gondolkodott, uh -huh. tehát, hogyha látott valami jót, egy adott filozófiában vagy egy gondolkodó uh, profiában egy olyan vonás fedezett fel, ami, ami értékes volt, vagy figyelemre véltó volt, akkor az előtt uh -huh. fejet hajtott. Uh, emellett egy radikális, antiliberális gondolkodóról igen, igen. van szó, uh, és világos, hogy a 90-es években ez azt jelenti, hogy persona non grata vagy. Igen. Igen. Uh, ezek hát hát a még a 2000-es években is ezek szerint, hát tehát 2010-hez közel is. még... Uh... Ugye írt egy liberális hegemónia című könyvet, ami nem biztos, hogy a legjobb belépő ezekből a körülmé. Hát igen, igen, ez biztos. És egyébként persze az, ö, különbséget érdemes tenni, és kell is tenni, és ő is tett a klasszikus liberalizmus és az úgynevezett modern liberalizmus között. Mondjuk ebben a vonatkozásban én Künetledint idézném, aki tulajdonképpen azt mondja, aki magát óliberálisnak tartotta azt mondja, hogy a liberalizmus abban az értelemben nem létezik már, ahogy ez létezett a 19. században, akár Ecton, akár, akár Tocqueville részéről. Az vitatható egyébként, hogy Tocqueville mennyiben liberális, de nem menjünk bele. Vannak... Hát akkor még az volt. Igen. igen. Most és... ez olyan, mint a Burke is évig volt, tehát hogy akkor még az volt, tudod. Ah, mit jó, jelentett jó. akkor a liberalizmus? Jó, hát neve. az, hogy a Tokvill arisztokrata volt, és amikor jöttek a forradalmárak, akkor Igen. bezárta a Rácsa sajtót, Nem. és szavaztok. Tehát, el. hogy akkor, az akkori liberalizmus az valóban egyébként a szabadságnak tényleg, ahogy a nevében van illetve a liberalitásnak, tehát a nagylelkűségnek, va valamilyen primátust valóban még mondhatjuk azt, hogy próbált biztosítani. De ez ugye künnepletén szerintem nem mondható el a modern liberalizmusról. Tehát a modern liberalizmus az liberalizmusnak nevezi magát, de ez, ez egy fals dolog. Tehát ez valójában nem liberalizmus, és nem a szabadságot ö, arrogálja, hanem, hanem sokkal inkább az egyenlőséget, a, a, amelyel ugye szembe kerültek már az oliberálisok is. Tehát a, a Tokvénak is ez az egyik legfontosabb gondolat, hogy a szabadság és az egyenlőség, azok nem egy igazán egyeztethető közte, sőt, ugye a, akár egymásnak a diametriális ellentéte is lehetnek. Hát pont ez a probléma, hogy amikor az emberek egyenlők, akkor nem szabadok ]ok általában, igen. és amikor szabadok, akkor. Igen. Hát akkor nem igen, pont, pont akkor differenciálódnak, amikor tehát, szabadok. Igen, tehát, hogy liberalizmusról beszélünk, de valójában itt a, akkor mondjuk azt, hogy az egalitarizmus az a, ugye az a szent dogma, amit ha valaki megsért, na onnantól kezdve fasiszta. És ugye ezt megtette Molnár. Tehát az egalitarizmust megsértette, szerintem több helyen is, és szerintem ez az a fő ok, ami miatt ő kivett átkozva. Tehát az, hogyha valaki egyenlősséget piszkálja, na hát az a fasiszta. Tehát valami ilyesmi. Azért azt szögezzük le, lehet, hogy ismétlem magamat, de mivel a hazugságokat ismétlik, ezért az igazságot is ismételni kell. Tehát... Azt szögezzük le, hogy ez elfogadhatatlan. Tehát a, a fasizmus az egy, egy nagyon konkrét történeti jelenség, Igen. amit ennek megfelelően is kell definiálni, Meg, ennek megfelelően kell kezelni, és hogyha valami fasisztait, tehát fasiszta jellegű, arról is lehet beszélni. Tehát hogyha strukturálisan vannak olyan tényezők, Hát, ha valaki korporatív berendezkedést szeretne, akkor ez például arra utal. Akkor igen. hiába nem tagja az olasz fasiszta pártnak, ettől függetlenül akkor fasisztainak lehet nevezni. De aki semmilyen tekintetben nem kapcsolódik ehhez, csak azért mondom, mert annyiszor mondtad mm. ezt a szót, hogy fasiszta, hogy, 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 hogy nem, nem szeretném, hogyha ez maradna meg, ugye, egy ilyen Molnár Tamásról ja, szóló hát, beszélgetésben. Hát, azért mondom el, hogy, hogy tényleg tartozunk, egyrészt a történelmnek is annyival, másrészt a fogalmi tisztaságnak is annyival, hogy ezeket a kategóriákat elhatároljuk. Tehát, hogyha ha, ha már ha, ha, jelentene bármit egyébként még az a szó, és Orwell leírja, hogy az antifasizmus 45-ben azt hiszem írja le, hogy már nem jelent semmit, egy üres szóvá vált, egy, egy, egy furkós bottá vált, 45-ben írja ezt. A egykori baloldali. Igen. Na most, ö, egy ilyen teljesen kiüresedett szó, hogyha jelent még bármit, akkor Molnár Tamás ö, inkább egy őszinte ö, antifasiszta, mint azok, akik magukat annak nevezik. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásomat. Remélem, hogy a nézőknek csináltunk egy kis kedvet. Nem akartam egy specifikus könyvre leszűkíteni most ezt. Beszéltünk egy csomó könyvéről, magyarul is megjelent. Nemrég kettő is, ugye ez az Európa zárójában az egyik a másik meg az, az Amerikanizmus, igen, amerikanológia, amerikanológia igen igen. Című könyve, úgyhogy azt javasoljuk, hogy most úgyis jönnek az ünnepek, úgyhogy mindenki olvasgasson. Köszönjük szépen a figyelmet, ne felejtsétek el feliratkozni a csatornára, megnyomni a csengőt és a többi Ha tetszett a videó, iratkozz fel és oszd meg. Ha érdekel további hasonló tartalom, kattints ide.